Kanka ei. Jenkkä niin muu. Üldözünk mindenkit, meg minden. Jó reggelt! És akkor már is mehet, amint itt váltottam mindent. Jó, oké, okay, itt hang van. Oké. Okay. Jó, oké, okay, na. Alig van a következő nehézséget, ami lesz majd. Nem lesz. Még nem küldesz streamet nekem, de úgyis majd fogsz mindjárt. Jön már, amikor már benne vagyok a játékban, akkor kell Ctrl üt megnyomnom. Most nem az működni fog, nem próbáltok ki, de szerintem remélem jó lesz. Ez így kezdődik mindig. Jó, oké, tehát akkor először is visszamegyek a játékba. Igen. Így van, és akkor most pedig... Ide gyűlök. Ó, nincsen asztal. Ez nem baj, mindig. Ott nincs asztal. Ezért. És akkor most megnyomom a Ctrl-ült, és akkor ez működik. És működik, és látom. És hallod is? Így van. Tökéletes. Hát ezt kifejeztettem valamikor egyszer, még amikor Eddelba tettünk valamit fel, mert akkor ugyanez volt, hogy nem tudtam. Nem lehetett a játékot ablakosba rakni, és csak úgy tudod Discorddal felkapaszni, és de mondom, csak úgy lehetett kijelölni, hogyha a játék aktív. De kijelölni meg csak úgy tudom, hogyha a játék nem aktív, mert ugye Discordot csak úgy tudom használni, hogy a játék közben nem aktív. Felbasz. Ezért jó, hogy vannak gyors billentyűk. Ez látod milyen jó, hogy erre gondoltak. Örülj neki! Jó. Na, üdvözlődj mindenkit, most pedig folytassuk a Mafia módot, amit elkezdtünk múltkor. Na. Ajaj. Nem lehet szelektálni missziót. Az igen, ezért mondtam, amikor mondta neked, hogy vajon mikor lesz a következő nehézség, mert már közben láttam, hogy az nem, van. Nem baj, mert megcsináljuk addig, amíg ment egyet, és akkor szerintem utána már lehet. Tehát lehet, hogy csak ennyit kell csinálni, mert azt hiszem, hogy az akkor aktiválódik talán, vagy valami. Vagy elkezdjük újra az elejétől. Ne, nincs egy darab mentésem se ebben, az a baj. Tehát, hogyha mondjuk rakok bele mentést valahonnan, akkor lehet, hogy elérhető lesz. Most ez mindegy. Úgyis az majd itt valahogy Gamesaved, és akkor mehetünk. Na. Gamesaved. Savegamed. Most egy kicsit, ez most egy kis... Lófasz, de utána jó lesz. Amint ment a játék, talán akkor teljesen. Jó lesz szerintem, talán. Remélhetőleg, talán. Esetleg talán, még az is lehet, hogy jó lesz. Még az is lehet, hogy ma még játszani is fogunk. Haladunk valamit a történettel, de... Tetszik, hogy délre már itt voltunk amúgy, és... Igen, másfél óráig tartott, mire... Jaj, de jó, érzékeny az egerem, jaj, de jó. Fá. Jaj, de jó, minden beállítást elfelejtett, jaj, de jó, imádom ezt a játékot. Még azt hiszem, ezen kívül sok minden nem is állítottál át. Ne. Legyen már kilométer per óra, én utálom, hogyha a mérföldben van ér. Köszönöm. Ne. Jó, nincs sok időnk, öltözünk, menjünk. Öltöz. Most nagyon, ez egy gyors stream lesz ez. Ez már speedrun. Már felvetted az öltöny, nagyon jó. Csináljunk egy stream egy gyors. Na, csak arra várunk, hogy kiírja, hogy Seve Gamed, és akkor mehetünk választani küldetést. Ez volna az elmélet. A gyakorlat is. Ott van. Gamevas Seved. Oké. Okay. Exit. Aha. Látod? De fura. Tényleg így jó. Örülök neki, hogy legalább ez így és működött. És akkor 10 volt, amit az előbb, és 11 kell nekünk, ugye? Azt hiszem igen. Igen. Vagy várjál. Igen. Azt hiszem. Én betöltöm a 10-et, biztos. És utána meg a 11-et. Ah, igen, ez az, jó, oké. Na. 11. Leülünk oda. Morello bára. Október 7-1930. A következő nap megálltam a bárnál. És mielőtt bármit is csinálhattam volna, egy foltos ebédet vettem. És már tudtam, hogy valami retalációt kell majd csinálni ebben a küldetésben. Most megjukok ellen. Calogero és a többiek úgy néz ki, hogy valami keményebb... Valami fontos fordult fel. És immédiát lesz
attenciót kíván. Meg, ó, nézd meg, milyen szépen el van csúszva a zöld hegyünk megint csak. Franco, a boss látni akar téged, te szar. Igaz, is már meg az öltönyödött, te fos. Aztán őt nem akad megütni, aki ott van a bárszéken? Majd esetleg később. Franco, kérlek, ülj le! Már ülök is. Oké, boss. Na, mi olyan fontos, hogy meginterruptáltad az ebédemet? Mi van, hogy Adino valaki informális lett? A bárember? Meg minden. Lehet, hogy egyetek olvasni. Vakálni kell a patkány szemetet. Jegyeztem, hogy valami furcsa van itt, sajnos ment a zene, és azzal mindig probléma van. Nem mondjuk, hát ez az egér. Mert egy kibaszott széken játszok, tehát az egerem az egy széken mozog, ami nem a legjobb egérpad szerintem. Mindegy. Ne, jó, ez jó lesz. Mégis tehetnék alá egy egérpadot talán, de ez nem az igazi, mondtam. Nincs meg az a jank célzás feeling. A janka célzás. Mi mindig kaptúrázol ilyenkor is? Most megállt a stream, azt mondja nekem a Discord. Az nem baj, várja. Igen. És hogy üljek szűke, mert mindjárt folytatódni fog. Ülj szűken. Jaj, értem. Ülj szorosan, nem? Vagy szoros, vagy várj, az, nem tudom. De, az, igen, igazad van. Mindegy, az a lényeg, hogy ülök. Nem látok semmit. Szörnyű, hogy... Hogy a jó kurva anyátokat kell ilyen kibaszott kisbetűvel írni minden bazet? Kavaj mondom, felbaszítok. Egyszerűen már... Igen... Egy, oké. Jaj, basz meg, kaj mondom ez a rossz, hogy... Oké. Jó, mindegy. Folytatódott a stream? Ups, folytatódott a stream? Folytatódott a stream. Nagyon helyes. Hát meg így kell működni a hibáttal. Mit kell most csinálnom? Nem figyeltem. Versenyez a centrális izlandi dock, és öld meg a dinót. Milyen dinót kell megölni? Hát végülis van az a extra küldetés az úgymond úgynevezett szabadút extrémben, ugye az eredeti játékban, az a tengeri dinószerűség, úgyhogy szerintem ez az akar majd lenni. Jó! Úgy, amikor azt összeleggettem, annyit rögtem rajta, én ezt annyira nem tudtam elhinni, hogy azt jól látok, ami ott zajlik. Igen, a... Kurva. Ezt kurva viccesek voltak ott. Tényleg azt még sose játszottam végig streamen, lehet meg amikor megcsinálom a szabad mód extrémet. Nekem azt hiszem abban olyan 13 vagy 14 küldetés ment, és a többit azt, hogy nem bírtam megcsinálni. Én megcsináltam mindegyiket egyszer. A legrosszabb nekem az volt, amikor a víziód így összeszűkül, amikor gyorsan mész az autóval. Azt szerintem megtud, nem tudom már. Megtudtam, nekem... de fú, de annyira hány inger kellett ez a küldetés, borzalmas. Annyira sok megy időre, és ez mindig nehéz. Amikor fogy az üzemanyagod, azt hiszem azt nem tudtam megcsinálni, mert nem jöttem rá még adó gyerekfejjel, hogyha kapcsolod a motort, akkor nem. Még ha a motor nem megy, akkor csak így gurulsz, és az tök jó. Ja, annyi... Még meg nem tudtam elhinni, hogy kell menni. Igen, a kuplungot kell nyomogatni, és akkor úgy kell végig gurulni. Meg az rémlet volt egy olyan küldetés benne, amikor a... tehát nem működött egyetlen a... Na, az meg... Véletlenül megnyomtam a tab... Hoppa. Az altot véletlenül megnyomtam, miközben nyomtam a tabot, és altaboztam. Oké, szóval... Na, jó. Igen, szóval volt ez a misszió, ahol... valami robbanások voltak, valami... Volt egy ilyen... Igen, hőlékbarom, hogy mi a faszom, nem tudom, igen, hogy valamilyen... Igen, a pici hídon kellett átmenni. Igen, igen. És azt elvileg lehetetlen megcsinálni. És hogyha nagyon jó a géped... Elég jó a gépem. De még csak hogyha túl, tehát még hogyha csak normálisan jó a gépen, akkor sem tudod megcsinálni, mert ebben 15 FPS-re be kell lassítani a játékot. Tehát akkor így... szerencsém volt, mert nekem az a soha nem volt semmi bajom, simán ment mindig.
Ó, oh, akkor a jó kis Celeronnal simán elment ezek szerint. Ah, érdekes, de azon simán ment az a küldetés. Emlékszel, hogy az az egyik legkönnyebb, amit kellett csinálni. Jó, egyszer vagy kétszer lehet újra kell kezdeni, de utána tök simán ment. De nem is? De szaggatott rendesen, és akkor azért ment jól, vagy mi? Szerintem lehet, hogy igen, mert azt tudom, hogy régen azért nem bírta teljesen jól ezt a játékot a gépem, azért nem volt olyan nagyon erős. Lehet, hogy az volt alapból ugye, hogy hát... Mit kell csinálni? Na hát lehet, hogy hajóval kell menni, hát nem nagy jó küldetés. Szóval igen, ez volt igen, hogy gondolom, mivel ugye kurva sok robbanás volt, azért úgy voltak vele, hogy... Na, sneak, minek az? Hogy gondolom, hogyha belassult a géped, ugye az akkori régi gépek jól belassultak a sok robbanást, akkor úgy játszható lett volna, és lehet, hogy ők sose vették észre, mert csak ilyen szargépen csinálták meg. Amikor tudom, hogy elvileg, az nekem jó volt. Amikor David Wavre beszélt arról, hogy milyen kép kell majd a játék futatása, az ilyen valami 2001-es E3 vagy valami ilyesmi alatt beszéltek a mafiára, akkor mondta, hogy jó, hogy az Pentium 2-es elég lesz hozzá. Nem elég hozzá. Kurvára nem elég hozzá. De majdnem. Csak egy picivel kell jobb. Meg Pentium 3-mal nagyon necces ez a játék. Az, hogy normális ja, a buszról minimum, hogy Pentium 4K, ami jól fel van, jó magas frekvencián. Volt még az a küldetés, ahol az autót nem lassított le, azt hiszem 30 vagy 40 alá, mert akkor felrobban. Azt például biztos nem tudtam megcsinálni, emlékszem, hogy az nem ment. Amikor megcsináljuk majd ezeket, én el is rejtettem, hogy ezt meg kellene valamikor csinálni. Meg szerintem nem is találtam meg mindegyik küldetés, szerintem párat meg se találtam a pályán, hogy hol lehet. Én nem tudom, hogy most használtam-e valami, nem volt hozzá valami térkép, valami, és akkor azzal megtaláltad őket? Nem, lehetett menni a világított toronyba, és akkor ott mindig meg lehetett nézni egyet, hogy éppen hol van. De valahogy én nekem akkor is kellett megtalálnom szerintem mindegyiket. Én tudom, hogy mindegyiket megtaláltam, de nem emlékszem már, hogy használtam valami mapot, vagy valamit hozzá. Ezért volt jó. Ja, a mapot nem használtam akkoriban, még ez nem volt, hogy ilyen mapokat találni bárhol, mert nem volt internetem sem hozzá. De azért szerettem, hogy azt a láthatatlan ember üldözés, azt én szerettem, az annyira trollság volt. Mindig elbújt valami nyomorék oszlop mögé, és nem, mindig lemaradtam róla, de azt tök jó. Ja, valami rémlik a láthatatlan emberről. Azt szeretem az emberről. Baj! Kicsit azért tudta, nem grúg egyet. Szóval lesz küldték az új fiút. Morello küldött téged, hogy az első gyilkosságot megcsinál, ugye? Mi a faszad, Dino? Morello bízott benned. Miért patkánykodtál? Mit tudnak ezek a srácok? Mindenképp meghalsz, úgyhogy mégis jobb, hogyha elmondod nekem. Üdvözlés nélkül fogsz meghalni, majd a Rigard lesz. És mindenki. Jó, oké, elmondom, nem tudnak sokat. Csak most kooperáltam velük, amikor Morello srácai meglőtték Salierit, valami háború, meg ilyesmi, meg minden. Ez egy vér... mi fasz? Hogy mondjad azt magyarul? A bloodshed. Már melyiket? A bloodshed. Ja, hú. Vérbódé. Vérsufni. Vérsufni, igen, az. Hát nagyon jó szerintem a vérsufni. A vérsufni. Kell egy játék, amikor ez a cím, hogy bloodshed, és akkor el lehet lefolytani vérsufni. Mondjuk így ez a címe. A vérsufni. Vérsufni. Escape. Nyomd meg az escape-et. Mi csináljuk? Meg kell nyomni az escape-et, azt mondta. Megírta, hogy escape. Hát, nem sikerült. Pedig megcsináltad a küldetést. Furcsa. Ez. Nem mindegy. Megcsináltuk. Nem volt ez egy olyan rossz küldetés, de annyira lemásolta a másikat. Igen, igazából nem sok különbség volt e között meg a Happy Birthday között. Boldog szülinapot. Meg is gyűjtünk. És már üldöznek is. Ahol is be van ragadva azért rendőri üldözöttség. Ja. Látod, hogy villózik, akkor mindig rányomják, hogy legyen. És amikor elmúlik a villódzás, akkor egy pillanatra megállnak a rendőrök, és akkor század másodpercen nem üldöznek? Nem, folyamatosan üldöznek. Végig üldöznek.
Hova hagytam az autóval? Nem tudom, mit hagytam. Hol van? Lehet, hogy diszponolta, hogy ide jött. Szerintem ide raktad le. Szerintem csak eltüntette a játék. Szerintem ez az, szerintem. Ez. Vagy? Ez lehet, ez szerintem. Vitt el a rendőr autót, tök merő. Még lehet, hogy ki fognak szedni. Sőt, biztos, hogy ki fognak szedni, de nem baj, megoldjuk valahogy. Amúgy, hogyha nem szedel a fegyvert, akkor most le fognak tartóztatni. Jöjj! Na, majd most már minden jó lesz. Már fut el a motor, vagy jár a motor, úgyhogy hát a... Ó, ez jó, ez így jó. Mert pont be tudtam még indítani, mielőtt kiszedtek volna. A sosem szerettem, hogy nem lehet elütni embereket úgy, hogy tudod, hogy mondjuk valaki beáll elém, és akkor nem tudok elindulni rendőrödben, mert ők valahogy olyan kivazott nehezek biztos, hogy egy 9 tonnás autó ugye ekkora az, ezekből az időkből nem tudja eltolni. Ja, hogy teljesen blokkolnak téged, hogyha éppen ott melletted egy ember. Ja. Jobb lett volna, hogyha csak úgy át tudsz, hogy tud gázolni, vagy ilyesmi. Ez egy jó autó, ezt nagyon szeretem. Ja, jó, gyors. Ez jó, jó döntés volt ezt hozni, nem pedig a másik fos, amivel én jöttem. Kicsit... Pedig ez, a szalonban mennyibe kerülne egy ilyen autót megvenni még vajon? Ja, egy ilyen autóval oda megyek a szalonhoz, és akkor megveszem a Lego tarab szart, amit csak van neki. Mert olyan hülye vagyok. Hoppá. Ez de szép volt. Amikor túl, ez egy klasszikus, ez a klasszikus, amikor ugye nagyon messze vannak, és ugye pont tehát elkezdi a játék játszani a szirénát, de először ugye nagyon halkan, és akkor túl gyorsan jön be, és először full hangerő nyomja, és akkor utána visszahalkul. Hát, és nem kapsz ilyen, hogy mindenki köröz téged, mert folyamatosan villog és frissíti ott fent. Hát ez így túl könnyű volt. Meg is gyűjtünk. Hello. Na. Beszélj Morellóval. Spectrum Morello. Kop, kop. Gyere be! Mindig imádom azt, hogy itt ül és ahogy leülsz. Üdvözlök vissza, Franco. Megoldottad a problémát? Igen, boss, ne aggódj. Igen, és azt mondtad, hogy mikor igazítod meg? Impresszál vagyok. Most már performálhatsz bármilyen taskot, amit én rekvirálok. Az autoritásokkal elmondta, hogy mit mondott neki? Igen, boss, nem volt lehetőség arra, hogy elmondjon nekik mindent. Annyit mondott nekik, hogy tudják Petét, Calogero, valami fasz más, megölt, minden. Jó, és a srácok le voltak fegyverezve. I'm a Kona. Jó. Ah, most nem ültél le? Hát mi ez? Holnap találkozunk. Melyik nőkkel? Arra az, hogy mind beakadtam az ajtó meg. Ez nagyon jó. Melyik nőkkel? Kívánom, hogy minden nap megölöd őket. Yes. Ja, ezt. Igaz, érdekelt, hogy mi történik veled, hogy bárszéken. Nem bírom ki, amik hazaérek, meg kell verek egy nőt. Jó van, oké. Valaki fent volt az asztalon. Felmászott, tudod. Lost Heaven Apartment, október 10, 1930. Adinio, üzlet, minden, igen. Morello diszpacsálta az informánsait, hogy tanuljunk meg arról többet, akik megtámadtak minket. Megambuzáltak minket. Megambuzáltak, igen. Válaszolod a telefont? Igen, halló? Ez Buffet. Franco, Don Morello. Don Morello. Ami apartmanban laknak kis Itáliában. Lili. És csinált pár kollekciót ma. Opportunity. Jaj, ezt hallod? Kis-Itáliában van egy apartmanja, ez vajon ki lehet? Várj csak, ki lakik Kis-Itáliából? Ne! Hoppá!
Ez könnyekem is, mert nem bírom ezt látni. Ez egy csavarkulcssal dolgozik, hogy ez a világításon. Folyanok az éjjeltek, de... Nem az a kete hülye liba! Kezeddel tekered be azt a kurva lámpát, mondtam már neked, hogy kezeddel tekered be az égőt, te szar! Na, ebből majd tanulsz. Olyan rendes ember vagy. Mindig csak tanítod az embereket. És most elvezethetsz a desztinációhoz. Önzetlenül tanítom az embereket. Nem kértél tőle semmit cserébe igazából. Ingyen kapta ezt. Hol megyünk? Na, az. Egy kis Itáliában. Lehet, hogy velem megyek éjszakra szerintem, úgy egyszerűen. Nem akarsz inkább magas vasúttal menni, sokkal poénabb. Nyíj, sokáig tart. De gondolod, hogy van pont egy megálló pont az apartman mellé, pont ahova megyünk? Hol miből veszed el ezt? Nem tudom, mi van, ha pont oda kiugadnál. Na most már mindegy. Tetszik, hogy berakták ezt a magas vasutat, de igazából egyszer azt a játék során, azt is csak az, amivel kényszerítenek rá. Én használtam kétszer is, amikor először játszottam ezzel. A... Ja, még poénos csak. Mert van ez a küldetés, tudod, a kurva. Utána ja, a pap, és akkor ugye a lövöldözés után a templomba, akkor én elhúztam onnan a csíkot, de nem akart eltűnni az üldözöttségem, úgyhogy felszálltam a vonatra is, és vonattal mentem haza. Tényleg, ahogy ez nem is ilyes. Belelásztam őket úgyis, úgyhogy faszom volt. Most nincs itt a hőlék balló, hogy dobálja a bombáit. A Morello... Igen, itt van, azt hiszem ez a hőlék balló, és ez tökimenő. A Morello bárja ezt a szar, mert nincs náluk ráfi, aki elrakhatta volna azt a fasz a rendőrautót, amit behoztam. Igen, úgy ebben a szempontból gyengébb az a bár, de cserébe van 600 emberetek a Salieri 5 emberére, úgyhogy nem is. Igen. Tiltak az egész dock, tiltak az egész, nem tudom, mindenféle tudsz igazából. Jó, volt az 7 ember egyszer, amikor ugye a Great Dealnél ugye elvittünk még kettőt, de ők meghaltak, hát, akkor ugye maradt az 5 megint. Nem akar hozzánk senki sem csatlakozni, mindenki tudja meg, hogy szar. Az is olyan volt, hogy oké, hogy ennyi ember ott volt, de egyrészt sokat nem tettek hozzá, másrészt meg Vincenzónak egy csomó fegyverébe került ez, hogy ők meghaltak ott. Meg hát, hogy már sokkal egyért, már sokkal érthetőbb így, hogy miért vették fel Tomit ugye a Salieri bandához, mert így minden jött mentett, valami random taxisofőr így beesik a bárba, ha nem akarsz csatlakozni a maffiához, és akkor... Gyere már maffiázni, na gyere. Ó, hoppá. Hát, hogy ennél a háznál álltunk meg. Nem is tudom, nézzük, hogy mi van itt. Beszélj Janitorral. Hé, hey, Pal! Pali! Franco vagyok. Te vagy, aki segít... Van neked valami az én számomra, ugye? Szóval te vagy a fasz. Igen, megvan a cuccod. Gyere erre. És így kimenne a lakásba. Jompót! És mi, hogyha megölöd? Mondjuk úgyse semmi, de... Csinálj nekem egy favort. Minimum messzel csináld. És figyelemmel. Az én apartman blokkom mindenek után. Köszi, megpróbálom a legjobbamat. Hol van? Itt van. Tehát, hogy mit kaptunk? Colt 19-1-1. Pauli... Pauli! Pauli lakásához kell menni. Paulie. Bassza meg, az ajtók zárva vannak, nem baj, kinyitom. Hoppá, te ilyet is tudsz. Jaj, meg vissza fog jönni? Ó. Már nyilván meg is ölted volna már eleve. Csak leugrott a boltba. Az menő lenne, ha látnánk az ablakból, ahogy jön vissza. E pár perccel később. Itt tász így az ajtó vagy, hello. Póli visszatért. Itt nem vagy gyanús szerintem egyáltalán. És itt áll valaki és itt Google. Megint megy, mert ugye. Ne is törődj vele, Póli, ne is törődj vele. Nem is törődik vele.
Jó bírja. Hol meg, jaj, hagyjál már, menni akarok hozzá. Az ajtó mit van? Mi a? Oh, szar! Jaj. Most a Morello rendeli a regardját. Ez annyira egy gyök. Hogy lehet? Na, tessék. Ez mekkora jelenet már azért. Kigurott az ablakon és lelépett. Esküszöm, ez tetszett. Ah, fasz. Elszaladt. De most, hogy lehet ennyire? Tehát egy ilyen hülye megoldás, hogy te bent vagy az apartmanjában, nyitott ajtóval, és akkor ott várod fegyvere. Hát annyit kell csinálni, hogy nézd csak ennyit. Kész, lelépett. Kész, nem tudod elkapni. Ó, nézd meg, mi az a sok vér? Na hát, milyen megint, csak nem az ja, ővére. Ja, csak nem az ővére, ami szarrá lőttem menet közben. Nem baj, nem sikerült elkapnunk, menjünk haza. Lehet, hogy üldözni. Azt hiszem, hogy meg lehet ölni idővel, de akkor szerintem nem lehet megölni, nem. Hanem ezt hát, na, kicsit időkontinumi probléma lenne, hogyha megölnénk, ugye 1930-ban. Hát aztán. Na de majd most. Ez a másik irányba a város végébe, vagy mi a fasz? Nem mehetek vissza Morelloékhoz. Ennyi volt. Jaj, nem lehet, jaj, nem is kell. Azt hiszem, hogy üldözni kell őt, vagy ilyesmi, nem, akkor tudjuk, nem figyelmet. Nem, mert nagyon hülyék vagyunk, úgyhogy... Itt istentelen. Szerintem bement a Salieri bárba egyébként, én nekem ez a tippem lenne, de mindegy, nem nézzük meg akkor. De, a túl sokan vannak, ott vannak legalább, hogy hárman. Nem mehetek hát, be oda mindenkit lelőni, mert... Morának pedig csak 48 embere van, kizárólag kis Itáliában. De nem érted, ők nagyon ott vannak már régóta, is. És ezért félünk tőlük, vagy mi? Hát ez egy poénos kvót jelenet volt, ahogy is felrugott és kibrott az ablakon. Igazából egy kisétált kb. Az ablakon, de mindegy. Na mindegy, menjünk haza, biztos örülni fog majd. Nem fog, nem lesz mérges ránk Morello bácsi, ugyan? Hát persze, hogy nem, hát most miért lenne az? Tökre elnéző, akár csak Salieri. Megint vissza 6 rendőrt oda legalább. Ez az. Nem az meg. Ezek viszonylag jönnek. Ajaj! Vigyázz! Mit megúszott az ember, ahogy pedig? Először majdnem megúszta azt. Nee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 e
kurva életbe. Hozzád kicsenek a kukához. Bazd meg. Nee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 e
Az a tovább még, hogyha a fejed beleolvad a kukkába, és úgy történik meg az egész. De így is jó volt. Na, most biztos jobb lesz másodjára. Ez az autó. Menj innen! Teretek. Nem. De miként? Na és rasztom őket! Jaj, de jó. Ne bazd meg! Megint jönne, megint pontot fog utolérni, amikor majd már meghanyarodsz ide. A kurva!
Ez nem jött össze. Áááá, beszopta az autót. Kibaszott. Kis járda szegény. Beragadtam! Kurva járda szegény, meg a rendőrautó közé beakadtam. Nem! 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 Austin Powers. Ez full Austin Powers most. Na! Jó van. Kiakadtam. Ez nagyon kiakadtál. Ó, oh, beragad, beragad, tökéletes. Maradj ott, maradj ott. Lion, ah, Lion. Adj a kurva! Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Meg lesz, figyelj, most megállok. Ne, a kurva jöjjön ott egy járőr, a faszomat. Muszáj volt ott lennie. Nem baj, itt leparkolok, és nem fogják látni, hogy én vagyok között. Most! Ez! Rakd el, rakd el, rakd el, rakd el, rakd el, rakd el, rakd el a fegyvert! Jó, elraktam. Még nem vettem volna még egy kicsit ezen a jelenetem pedig. Nem én voltam. De ebben így is jó volt. Nem, beszéljünk morollóval. Kap-kap! Visszavajok, visszavajok főnök. Most nem kapogtál. Üdvözlőd vissza, Franco. Megbízlak téged, hogy elbántál a problémánkkal. Hát nem igazán, elmenekült. Valószínűleg elbújt. Te kurva. Bassza meg. Ennek jól meg kellett legyen tennie, vannia, lennie. Akkor miért egy ilyen emberre bíztad? Miért egy teljesen random emberre bíztad, olyat, hogy valamelyik a 9000 kapót közül megcsinálta volna? Ajaj, ajaj. Meg fognék minket púnisolni. Mit értesz ez alatt, boss? Elveszik az öltönyedet. Igen, ezen a ponton lehúzták a nadrágomat és elkezdték csépelni a seggemet. Ilyen megaláztatásban még sosem volt részem. És újra megtenném. Sírtam, mint egy baba. És eközben a családomra gondoltam, akikkel én ugyanezt elkövettem korábban. Vajon ez a karma? Nem tudom, de amint hazamegyek, szétbaszom az arcukat. Na most legyen ez egy tanulás neked, Franco. Na gyerünk fel, Lák, menjünk. Nagyon nagy büntetést kaptál. Nézd meg, úgy megverték, hogy félrecsúszott az öltönye. Aj, hát nem fogja a hasát a karaktered. Na, ilyen is van, milyen fasz? Aha. Tök menő, mi? Ezt nem tudtam, hogy ilyen van. Ez szerintem az a szemnek amikor meglőtték az a fajta szaladás animáció, nem tudom. Valakinek a sérült animációját rárakták, szerintem a fő karakterre. Találkozunk Vincével és Sergio-val. Ott egy nő! Nem bírtad ki. Miért nincs egy normális autón, bazd meg? Mindegy, menjünk akkor ezzel. Milyen könnyen ki lehet ezt a szar nyitni két másodpercen. És volt, gyors volt. Mondjuk és őszintén még, szóval, még... hogy gyalog mentem, azt szerintem már ott lennék. Kb. Amúgy. De... Ez lehet már befordulni a sarkó, hogyha egy gyalog elindulsz. Még elütöttem a nőt, a biztonság kedvéért. Ne szóljon se. Ott még egy nő. Ó, még egy. Jó van. Mit képzelnek ezek magról, még szavazni akarnak, meg ilyesmi. Kurva anyukat. Azt hiszik, emberi jogaik vannak? 1930, vagy nem tudom, miről gondolom, mert nem tudom, hogy emberek beszélni. Egyáltalán. 1930, vagy más idők jártak. Ó, még egy! Ó, van, oké. Ha csótányt találok a lakásban, az jobban gondoskodok róla, mint egy nőről. Na, hello! De nő, na mindegy. Hello! Sergio, Vince, köszi, hogy jöttél gyorsan, Franco. Ajaj.
Hoppá! És csak folytassátok nyugodtan! Szóval, Franco, ki akarjuk rabolni ezt a... Jó. Ez az. Hát ő csak az útban volt, most mit lehet ezt jelenteni? Nem az én hibám. Látta, hogy itt ütöd a levegőt, most... Ja. Ő szaladt bele gyakorlatilag. Kiraboljuk az Nemzeti Bank furgont. Lájkoljatok mielőtt a repülőtérrel ér. Ja, ezzel megyünk? Csöztök! Nagyon frankó ezzel néve. Most bocsánat. Na. Nem. Mégsem. Hát na, most... van nekik az a telefonfülke. El tudják kéne puszítani. Most? Nem, az oszlop van neki útba. Bár azt nem puszítani. Most sikerül, jó. Ó, tessék, látod? De a fülke az kellett. De mert még a másik meg még... Na? Na, megvan, nagyon meg megtalált ő is, ne helyes. Jaj, de félnek! Remegnek ezek a telefonfülkék, hogy átgázolok rajtuk, meg ilyesmi. Fázik most. Annyi ideig tartott ez is, hogy már kb. Gyalog odaértél volna megint. Most fázik, meg kifolyik belőle az összes telefonolaj, meg minden. Nem az, hogy gyalog odaérek, hanem ez egy mozgó jármű. Látod? Mozog. Ez az. Meg kell állítanunk ezt a... bankfurgont. Valahogyan. Jaj! Milyen menő járgány. Aha. És ez elvileg alapból benne is van a játékban, no? Hiszem. Nem is emlékeztem nagyon rá hirtelen. Nem hiszem, hogy adtak ezt hozzáadtak. Bár a faszt illetve hozzáadtak. Közömség, nem, szerintem nem volt benne alapból, vagy nem? Vagy csak... Lehet, hogy mód. Igen, lehet, hogy hozzáadta a mód. Olyan modernnek tűnik, a 60-as évekbelének tűnik inkább. Ó, tökéletes. Azt hiszem, hogy meglököd és pont ettől fog kiszabadulni. Nem, az meg... Nem baj, megoldjuk. Gyere csak ide! Hogy körbe megy? Basz finál igazából. Szerintem teljesen elbaszolgott az AI. Na megvan. Lehetünk, gyertek srácok! Black Metal 4 VD. Az a fasz, hogy beállt vezetőnek most. Helyettem. Hány embert kell még kirángatnod ebből? Öljétek le! Nem látok semmit, úgyhogy... Azt nem sikerült, úgy hallom. Ó, nem, mégse verje. Torkon lőtte így 2 centiméterről a puskával. Egy kicsit előre. Ezzel tudok lőni is? Várj csak. Ez csak... Nem tudok, de valami szar, ott forogott a tetőn. Nem tudom, melyikkel kellene lőni. Van egy gomb erre egyáltalán. Hogy lőjek. Menő lenne, ha vagy ezt tudna lőni pedig, ja. Ó, mennyire erős egy autó ez. Az. Nem ami gyors, de legalább... Legrejebb lassú.
Milyen érdekes napszak ez, nem is emlékszem, hogy láttam ilyet a játékban, ilyen sárgás égbolt. Tényleg. Lehet, hogy volt pedig. Ismerős kicsit, de... valószínűleg kurva régen is ritkán. Ez az autó elég jól elvezetgetni, nem is mennék haza vele, hanem csak így járkálnék putkita. Ajaj! El fog fogyni az üzemanyagot. Most vettem észre én is, bizony. Nem gond szerintem, mert... szerintem lehet, hogy gyalog is oda tudunk menni, nem hiszem, hogy így... nem hiszem, hogy gond lenne benne, szerintem ott hagyhatjuk. Nagyon nevetnék, hogyha nem lenne jó így. Szerintem ott hagyhatjuk nyugodtan is, mert nem hiszem, hogy csekkeli ezt a játék. Valahogy ki lett lőve, az nem tudom, furcsa, pedig ez páncélozott meg minden, nem tudom, hogy a faszba lőttük ki a tankot. Ki fog fogyni? Aj! Hát, milyen közel van már. Tudtunk. Hát úgy is ki kell szállni, úgyhogy szerintem mindegy. Hello. Na, itt vagyunk. Tisztán a mi a fasz? A törvény elől tisztán vagyunk. Jézus Krisztus! Ez a legjobb szám valaha. Kibaszottul gazdagok vagyunk. Ez is jön velem haza? Jó van. Legalább együtt tudjuk megverni az asszonyt. Akarod jönnön? Legalább beindította nekem az autót eddig is. Milyen jó megy a hangja közben. Ó, hát igen, ezt meg kell tenni. Meg az autó is majdnem elüti. Nem jössz? Ember is állt a posta. Nem jössz? Mi van ezzel? Nem jössz? Megyünk haza. Asszonyverés van vacsorára, menjünk. Nem tudok. Mindenből. Ja, manuálisban vagyok vele. Azt hiszem nincs benne rükvert. Mennyire szar ez az autó, nincs benne tolatási mód. Tolatás mód, csupasz mód. Ja, tudom, hogy kéz és fék az nincs benne, tehát így... na bazd meg! Most már sok minden nincsen benne. Ahogy a... kurva! Ah! Mindig utálom, amikor látják a figyelmet. Takarodjál innen. Hol a másik? Jó, mehetünk be. Nya. Veszünk kávéra? Bazdmeg! Takarodj! Nem tudom elrakni. Ez egy jó kérdés. Most meg... mi? Be van ragadva kezembe a fegyver? Á, ott van. Érdekes. End of part 1, insta part 2. Mi is az a epic történet? Reméljük, amikor újraindítom, még mindig működni fog a játék. Vagy ez túl sok elvárás? És most megállt nálad azt... igen, jó, oké, majd úgy indítsam. Part 2. Ne. Most csomagolja ki.
A legendás part 2. Hány part van egyébként ebben? 3. Ohó. Plusz ugye az alternatív befejezések. Most ez azért egy külön part, mert ez a kezdete az új fasznak. Tehát ez igazából lehetett volna talán egybe rakni az egészet. Bár lehet, hogy volt ilyen küldetés limit, vagy nem tudom, de mindegy, szóval szerintem elsősorban azért van ez külön, mert most jön az a part, ami ugye így a jelenlegi időszakot tekintve, amikor játsszuk, ugye aktuális, ugye szezonális lenne. És igazából, amikor elindítom a játékot, rögtön lenne egy ilyen hát egy klasszikus zene, amit mindenki ismer, de most ezt nem fogjuk egyértelműen hallani, mivel ugye le van némítva. Meg nem is akarjuk, hogy azt halljuk, mert nem lenne copyrightosan aktuálisan megfelelő cselekedet. Na, tehát hogyha most benyomom neked, akkor működni fog? Megyen? Megy. Jó, zsír. Nagyon jó a név. És az időjárás odakint fasz, de ideben meg pedig fasz. Te karácsonyfa oldalat, meg szarjépek kép. Hagyjad havazni. És akkor megyünk. De legjobb ez a hagyjad havazni, az ott a kedvenc része. Komisszió volt, part 2. Casa di Filippino. A Van Heist után egy kis holidájt vettünk. De amint visszatértünk, alacsonyan feküdtünk. Elköltöttük sok pénzt, amit szereztünk a rablás során. Én 175 000 dollárt kaptam. Ez nem rossz, 175 000 dollár az most már vagy 4 milliárd dollár lenne szerintem mai pénzben. Infláció után. $175 000 kapottam, hogy gyakorlatilag 4 milliárd dollár ma mai pénzben, és még mindig panaszkodik, hogy vicce, többet kapott nekem a kurva anyját. Pedig így már megverted azt a másik autót is akár. Kiköltöztettem abból a segjükból, ahol laktunk korábban. A szarjuk volt. Hogy egy nagyobb házban tudjam őket agyonverni okódban. Sokkal több hely van, ahogy a karomat lendítem, nem verem be végre könyökömet a falba, amikor ütem őket. Semmi sem marad örökké, a vérzés is előbb-utóbb eláll. Milyen jó kis nyuszis, milyen jó nyuszi kép volt. Ezt nem vered meg például. Az a játékban van? Ó, ez... világító toronyszerűség. Az nem jár az óra. Nem teljesen. Azért, mert nem kör alakú és elakadt a mutató. Kicsit magasabb, mint... De kicsit ez tojás jó. Alakú. Legalább jó puha az ágy, úgyhogy ha megütöd őket... hogy néz ki a... Nem hát, fáj a szemem, ahogy nézem. Hát itt sem volt. Az a baj, hogy... Csak úgy, tehát megvettünk egy ilyen csík tapétát, látod, ami ott fent van. Így van. És akkor én azt szerettem volna minden falra kirakni, de hülye vagyok, mert csak ilyen méretbe vettem, úgyhogy hát ki kellett vasalni némelyiket, hogy fel tudjuk rakni. Legább nagyon csúgyán néz ki szegény. Meg minden. Itt van a kis jányom, kis hajókával játszik. Hát, hogy azt hiszi, hogy átöltözött, akkor majd nem ismered meg, és nem vered meg. Anyád, hol van? Ötöst kaptál matekból? Á, kurva anyád, mit képzelsz magadról? Rajta kaptál, hogy akarsz valami lenni. És hol a... De tényleg hol a... Ó, itt most nem vered be a fejed, ahogy lejössz. Hoppá, ki van itt? Ugye megvert téged mindjárt a szarságot. Takarítsál! Takaríts jobban. Helyett a konyha, hol az asszony? Az mi?
A sonka? Csak úgy kint az asztalon? Ej! Ó, az már megvan rohadva. De... Érdekesen nézett egy picikét ki, de... De hát a sonka. Kinyitod vagy kinyitod? Ó, milyen jó ez a szőnyeg. Ó, 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 200x200-es szőnyeg. Pixel. Milyen nyugodt. Sziasztok. Nagy baj lenne, hogyha történne vele valami. Miért nem vagy a konyhában? Miért nem vagy a konyhában? Hol a szendvics? Hol a kaja? Ott rohad a sonka, te meg itt ülsz a seggeden. Hú, zongora. Azt is megütöd mindjárt. Hello? Franco, Giovanni vagyok. Hogyan érzel? Szeretnél velem találkozni egy italra? Hát, de van egy kis szarom, ami szeretnéd diszkuszálni, de hát nekem van egy feleségem, nem emlékszel rá? Oké, menjünk egy bárba piálni. Jó, menjünk. Mi van odaírva olyan? Arra a papírra, sose fogom tudni elolvasni. Miért nem játszik ez zenét? Vettünk így pianinót és nem tudunk játszani igazából. Édes, elmentem piálni. Hát azért, mert akkor még verlek még egy kicsit. Mondtam neked, hogy ne szóljál a köztünk történt dolgokról az asszonynak, te seg... Nem fel kell először gondolom öltözni. Le kell vennem ezeket a wife beater ruhákat. Ó, oh, megint nem tudok itt feljönni? Ó, oh, most felfele nem enged. Milyen szépen van ott a lépcső, megcsinálva. Szerintem ugyanaz a textúra, mint valamelyik, de nézd csak, az ugyanaz a textúra, mint ez. A lépcsőn. Igen, le kell hajolni ezt, ugye? Ez a Jank, újra. Hol van a ruháim? City of Lost Jank. Megvan, jó. Ó, oh, de szép kalapba vagy. Az ágy alatt tartom a fegyvert, zseniális. Szóval ilyen elmentem egy kis... Oh, bocsi. Elmentem piálni. Ne várj rám, későn jövök. Mafia Schneemod. Ja, wir haben ein bisschen Schnee aus... Schneemod. Schneegra, igen. Hoppá, és tényleg. És itt van a karácsonyi hangulat, hogy decemberben játsszuk ezt. Mindenkinek kurvára karácsonyi hangulat van biztos. És mindenki nagyon szereti ezeket az időszakokat. Mindenki, kivétel nélkül. Meg kell ünnepelni Jézus Krisztus eljövetelét ismét, vagy mi a fasz, nem tudom, valami ilyesmi. Bátran átmennek az emberek az úton egyébként. Simán csak, hogy lelép a járdáról és ja. Így hát sétál, mert most éppen azon főleg a kedve. Ugye annó ilyen 6 tonnások voltak az autók, hát az eltalál is 100 konkrét így darabokra szét esel, mint egy Lego figura. Másképp is, hogy 60-nal kéne csak menni, ugye? Ó, jó, az most mindegy, az lényegtelen. Hogyha valami 6 tonnás valami eltalál, akár csak 3 km per órával már meghaltál. Tehát... Igen, de hogyha... Ha kevesebbet áll, akkor talán túléli annyira, hogy még lenyomorodik egy életre is, az jobban fáj neki. Vagy neki is egy telefonfülkének, és az abból leszakadó darabka találja el. Sosem menti el ezeket a beállításokat a maffia. Ő zseniális. Legalábbis így modern Windows-on sose. Mert valami baj van a registry-vel, meg ilyesmivel. Így is újra kellett telepíteni a játékot egyszerűen. A modern Windows-on sok mindennel van baj már, úgy érzem. Igen. Én örökre egy 10-et fogom használni, mert most már 7-et nem lehet. Hát az a baj, hogy a 10 sem az igazi már. Az is egy szar, de
Hát csak nem akarják azt is lecserélni, úgy tével kötelező jelleg. De, hát a 11 már megy erősen, és valószínűleg lesz cserélve a 10-re. Már nincs elég, mert 10-hez már nincsenek frissítések, úgyhogy... Én már elég kinyomtam őket, hogy nekem azóta nincsenek, hogy megvan a gép. Hát akkor ennyire Worker Windows 7-et is használtak, mindegy. Jó lenne egyébként. De azt hiszem a... Nem tudom, hogy a setup azt támogatja, ami most van, hogy a Windows... Azt hiszem nem. Azt hiszem olyan proci van, hogy az nem szereti a Windows 7-et. A fasz se tudja. Olyan proci nincs, ami nem szereti Windows 7-et simán felett bármire rakni. Valami korlátozás, mint pedig olyan hallottam volna, hogy nem... Nincs semmi nem... korlátozás. Franco, ide! Ide, gyere! Hoppá, ez egy szép hely! Most jöjjön neki az életed. Jó ismét látni téged, Pali. Köszi, Gio, téged is. De nem Palinak hívnak. Hogy mennek a dolgok? Karácsonyi felépítés, meg minden hehe. Hát semmi felépítés. Nézd ki! Tök el, hogyha a háttérbe elkezdenek verekedni. Adod neki egy olyan küldetést, hogy meg kellett valakit ölnie, és annyira kurvára balfasz módon csinálta, és akkor ma jó, nem bánik velem jól, és utáljon őt. Nem lehet így bánni a fiúkkal, csak nem öltem meg azt, akit azt akart, hogy megöljek, és nem lehet vele így bánni. Nem lehet velem így ilyeneket csinálni, hogy merészel így, ma jó. Legalább a szándékot meg volt megölni. Nem úgy, mint Tominak. És most Giovanni azt akarja, hogy ő le akarja győzni Morellót, és takeoverelni az organizációt, ami szerintem hülyeség, mert tehát, hogy Morellónak kurva sok embere van. Hogyha Salieri-re mondja, azt mondom, oké, de így... Igen, hogy Salieri-t ezt mégis tette, el is tette puszítani kb. Az egészet, ami ott van. Bemesz egy Molotov koktélt, amikor karácsban is felrobban az összes autó, ami ott van. Ráfi nem tudja mentőket se hívni, mert annyira lassan beszél, hogy nem tudja elmondani, mi a baj, mert addigra megég. Kigyó lett az felrobban minden és meghal. Ki legyen mód, ahol csak elmész el ilyen és megölöd. Ez egy küldetés van benne. Van olyan mód szerintem egyébként. Sőt, biztos hogy benne, hogy van egy ilyen alternatív befejezés mód, ahol ott kezdődik a játék, hogy ugye készül az utolsó küldetése, kimegy a múzeumból, és akkor meg kell ölni Salierit. Rémlik, hogy erről beszéltünk, meg támutattad is, vagy ez így megvan nekem, hogy erről hát én hallottam már. Hát én az egyszer játszottam, nem emlékszem már. Én igazából a videóim 90%-ra nem emlékszek, szóval. Hát, hogy... Játszottam már vele. Lehet, hogy meg se történtek. Lehet, hogy nem is vagy videós igazából. Lehet. Lehet az első videó, csak már azt hiszed, hogy egy csót fölvettél. Tök menő itt ebben a bárban lenni. De valakit meg kéne verni, nem? Ebben a bárban, nem? Most már mindegy. Már lehet, hogy voltak nők is. Na, voltak szerintem. Vagy ha nem, akkor meg embereket versz, hát tök mindegy. Na arra például emlékszek, hogy volt Alien City-ről a végeltes, tehát végül is akár meg is nézhetted volna a YouTube csatornámat, hogy van-e róla végeltes, és utána járni egy kicsit. De most ezért. Nem mozdulok meg. 2017-ben játszottuk végig, igen. Semmi gond. Az sem a volt már igazából, tehát biztos vannak sokan, akik utána csatlakoztak. De arra emlékszek, az volt az utolsó ilyen mód, amit megnéztünk így a nagy gyom... agyrém előtt közvetlenül. Oh, Coca-Cola reklám. Szantával. Hogy hívják ezt? Télapó. Előzött a személy Santa, mint a télelőtt. Télapó.
Ja, hagyjál már békén. Már majdnem otthon vagyok, hagyjál már. Nem csináltam semmit. 60-nal megyek kb. Most az övön 61-en megyek, ezzel rögtön elkezdenek üldözni. Károm, hogy semmilyen ilyen plusz ráhagyási izé nincsen, hogy így mehetsz még 61-en vagy 2-en, azt még elnézik, hanem ja, azonnal, amit rá... Hivatalosan ami 5% vagy mennyi, nem tudom. Vagy 10%. Nem tudom pontosan mennyi, meg a nevét sem tudtam elmondani, hogy milyennek a kifejezése, fogalmas nincs, de... Azt mondja, Filippi, jó, december 4-1930. Mi az karácsony jövetelével? Megpróbáltam elszaparálni magamat a családja, nem. Igen. És polgármesteri munkákat akartam végezni. Vagy nem akartam polgármesteri munkákat végezni. Morellónak. Nem akartam a rebelliójához csatlakozni. Giovanninak. Nem tudom megriszkelni. Ami odahoz, ami ma történt. Ó! Oh. Ajjaj, ki akar jönni. És én nem szeretem a vendégeket, ezért bezárkóztam. És annyira elküldetsz, hogy zárod az összes ajtót. Hallottál? Ilyet van. Te, hogy jönnek vendégek, akkor meglátják, hogy mit csinálsz a családoddal, ez nem jó. Halló? Mi az, hogy halló? Én vagyok a Don. Don Granola, te vagy az? Én vagyok az, Franco. Wow, hogy vagy, főnök? Jó vagyok, Franco. Mi jól vagyunk. Minden Franco. Rogotti. A rogotti szituáció már enyhült, úgyhogy hát el akarunk menni karácsonyra nyaralni. Menjünk Lost Heaven-ben meglátogatni téged. Tényleg? Hát ez nagyszerű hír. De mi van, hogyha a rogotti megtámadja az érdekeltségeinket, amíg itten vagytok? Már bevettük a folyószámlába. igen. Mindegy, megyünk és kész. Akár mondasz bármit, akár nem, mi megyünk. Aki bújt, aki nem jövünk. már is 4 óra múlva ott vagyunk. Jó, oké. Okay. Remélem felkészültél, 4 óra múlva vagyunk. Mi? Jó. Hagyd el a házt. Be van akadva megint a fegyver. Amiért van célkeresztem, pedig nincs fegyverem. Na most már jó. Az, hogy nem szarik vagy fürdik. Hol van a kis jányom? Az isteni... Hol van a családom? Nem létezik, hogy ezek elmenekültek is. És... vagyis hát elmentek valahova és elmondják a rendőröknek, hogy mit csináltam. Ugye nem ez történik, mi? Ugye nem ez történik? Akár még szobába menne, úgyis megvered, szóval szerintem már feldolgoztam, hogy... Meg imádom, hogy sose harcol vissza egyik se, és tudod, hogy ez egy gyakori jelenség, hogy... Igen, mert egy anya passzívan tűrik. Tehát a naptárban is be van külön jelölve, hogy... Apa dolgozik, apa hazajön, apa megver. Elkészel, hogy mielőtt amikor még le kellett fektetni a gyereket, és akkor is kevésetem popán baszta, és ott hagytam. Hát akkor jött oda baszott neki, hogy elaludt tőle rögtön, és akkor így mindig olyan jól megoldotta. Hát így, tudod, amikor kicsi volt a baba, és akkor éjszaka felkelt, és akkor sírt, és akkor Franco csak kiszállt az egyben, a kurva is, oda ment, és úgy megverte, meg addig rázta, amíg el nem hallgatott, mert azt hitte, hogyha eleget rázza, akkor abba hagyja a sírást. És hát végül is. Hát végül is. Vagy szörnyet csináltuk a fő karakterből. Így az igazi. Nem, mindig nem. Van egy karakter, akit itt tönkre tesszünk. Az őrbódos csávóval is ezt tettük, de...
Szerintem még annál is szinte jobb. Akkor is a családverő félre csúszott a tölteni fasz. Abba az meg. Ó, pont a rásztor a kicsi. Annyira utálok ide jönni, mert nincs egyenes út, mindig körbe kell menni, meg fasz. Jöttünk! Hát, picses, picsába, szaros kuka. Ezt is agyon verem, ezt a kukát is. Agyon verem ezt a kukát is. Ez a kukára, és akkor így megjelenik benne a lányod arca, és így... Amikor veszel oda a kezed, és már mész fel. Mert sikerülni fog. Nem vagyok körbe. Picsába. Á, elveszteted így a harcot, ez így nem jó. Mert szerencsétlenül egy mafiózó vagy, hogy egy kuka is feltartóztatott. Meg az ajtó félre tol. A morálat nem akar, mert beszélj, csak kirakid egy kukát, és soha nem jutsz be hozzá. Gyere be! Nem, leülsz most, az mindig vicces, amikor leülsz. Á, Franco, minek uralom az élvezetet? Ja, ez a póz az zseniális. Ugye, annyira imádom ezt az ülés pózt, meg az a kedvencem benne, hogy nem is ülnek a széken rendesen, hanem így konkrétan előtte így. Előtte, tehát nincs is segük a széken, hanem csak úgy lebegnek. Igen, hogy látszik, hogy nagyon alacsonyan vannak, amúgy is benne fura az egész, hogy... Na mindegy. Na most ez ilyen. Szóval kérek egy kis segítség, mert jönnek granóliék, azt akarok nekik, ez egy nagy felvonulás, meg minden. Mennyire jól tűr minket, nem ahhoz képest, hogy nem tudtuk megölni Paulit. Tehát elbasztunk egy nagyon fontos melót, és megvert minket, és még mi vagyunk rá mérgesek. Ő meg nem mérges ránk, ez olyan érdekes. Zseniális, amúgy. Lehet, hogy be van kamerázva a házad, és látta, hogy tettél a családoddal, és inkább nem akar belekötni semmibe ezen túl. Igen, hát tudod, mi is egy család vagyunk, úgymond, de nem a te családod, Franco, úgyhogy nem szeretnék, hogy mindenkit most nagyon verni. Jaj, semmi gond, főnök, nem is gondolkodtam rajta. Jó van, akkor jó van, akivel ezt megúsztuk. Vagy pont a folytatja, hogy mondaná neked a morál, hogy figyelj, Franco, mi egy család vagyunk, és akkor felcsinál a szemet, hogy ó, család, és így már részletem ütni. Oh, mindig is akartam még egy másik családot is, akit meg szeretgethetek. Figyelj meg adra, Franco. Jaj, srácok, én annyira szeretlek titeket, és nagyon örülök, hogy bevettetek a családba. Ki a következő? Egy család vagyok. Melyik felpattannak. Hol hallok én itt nőt? Melyik? Hol? Nem a pultos, vagy a bárpult mögött volt, vagy de? Nem, az nem. De több falban van egy. Ja, látom, megvan. Hoppá, úgy elbújt. Nekem ne bújóskázzon a hülye. Vezess a destinációba. Predestináció. Hoppá! Pauzálva van a tream egy pillanatra. Mi fasz? Ja, várja. Vagy többre. Activate it. Oké. Okay. Fasz? Hogy? Na, így. Jó, oké. Okay. Megvan. Na. Hova kell menni? Aj, bazogod, neked van, hogy jönnöm jobbra, picsába. Ah,
megint átbetünk az a bomba hídon. Ez az. Annyira jó, hogy végre ezek törnek. Igaz, hogy nem a családom, de akkor is jól esik átgázolni ezeken a telefonfülkéket. De majd visszahozza pár üveg szilánkot és megvalósod őket éjszaka. más megsimogatja az éjszaka, te meg odamész és így szilánkokkal elkezd. Ó, hoppá. Ez nem, hogy az jó pofa lesz, ami most fog történni. Legalábbis azt hittem, hogy neked fog menni izomból a rendőr autó, de nem. Megoldjuk. Most lát. Ebből üldözés lesz. Nem. A picsába. Menj innen. Azt meg. Nem. Fantasztikus üldözés. Most már picit több rendőr fog jönni. A Definitive Editionban már játszottál egyébként? Nem, még nem. Láttam pár videót róla, de úgy nem annyira. Jutottam el oda. Érdemes egyébként? Van jó benne? Nem, azért érdemes, hogy csak hogy szenvedj. Tehát ilyen szenvedős. Akkor jó, akkor nem. Nem tudom, még játszásomat látod-e. Szerintem nem. Abban szerintem, hogy nektek dolgot, igen. Megemlítettem, hogy mik azok, amik... Akkor szerintem elég lesz az bőven megnéznem, és képet kapok a játékról, és nem kell játszani. Na majd megoldjuk. Ide úgy sem tudnak bejönni. Hallani is lehetett, hogy nem jött össze valahogy. Jó, ebből szarva mindig elakadnak. Jó, azért abban nem kellett volna elakadni. Neki megy az autónak is. Hova megyek én most? Nem ide? Nem mered megütni az egyik rendőrt. Hova megyek? Ide? Azt hittem, hogy ide. Ez. Jaj, erre a küldetésre emlékszek. Jaj. Csak nem a szokás, ugyanaz lesz itt is, hogy be kell rúgni az ajtót. Nem. Jó pót kívánnak! Kap! Bassza meg ezt. Unát, itt is ki kell mászni. Akkor megyek haza. Én vagyok, minden ajtó befele nyílik. Vagy ő kifele. Majdnem. Érdekes ez a lakáselosztás. Bejössz, akkor itt van az ágy. Meg és a egy szép is. Meg egy szép. Itt nincs mondjuk szépről kép a falon, de... Janka. Ó, az valamelyik mob faszi. A ragóevő faszapó itt van. Mi? Ja, a mobster? Bassza meg. Nem, hagyja. Ó, na hát. Milyen optimális ez... Mint hogy csak nekünk lett volna. Ide tákolva. Mennyire tetszik ez. És milyen optimális... Nagyon jó. Kerecem az a hordó a legtetején egyébként, ami rádől direkt arra, az a legjobb része szerintem. Nincs oda véletlen. Hopp. Jaj, baszki, most jutott eszembe. Van egy ilyesmi létre valahol a játékban, és van egy ilyesmi lépcső valahol a játékban. És az a poén benne, hogy nincsen kolíziója, tehát kurva egyszerű így leesni a korláton keresztül. Jaj. Ott majd vigyáznom kell, ez hamarosan jön majd valamikor.
Beszélni kell vele, vagy csak simán lelövöd? Beszélni. Az, ez a szar Necces Sári volt? Hú, az a szó nem sikerült. Azt leírni. Van pénzem, van pénzem. Én volna alapból. Hol? A széfemben, az apartmanomban, itt a kulcs. Ott meg volt a pénz, akkor miért nem adtad csak így ide? Hogy elkezdjem vele. Bocsánat, megijedtem. Oké, okay, semmi gond, de takarodj innen a picsába. Szerencséd van, hogy nem doblak el innen a tetőről. Amúgy csikis vagy? Csak elkezdeni itt taperolni. Á, még egyszer ez az... Na, nem áll. Azt nem értem, hogy le fog esni pont attól, hogy beleütsz. Á! Tetszik az életerőt, hogy egy ilyen perjel 0-0. Na láttam már 500-nak, de most ez még új volt. Ó, oh, fegyver. Esőt ilyen sik tovább. Ó, ott láttam egy nőt. Hol? Balra, balra. Ó, oh, azt hittem, hogy beolvad ide a környezetbe, de nem. Nem lehet így lagdasni. Mi fasz? Nyip, gyere ide. Ajaj, ő az első, aki elmenekülhet. Nem. Ezt felrobban? Miért vagy ezzel hozzá, amikor kipróbálod? Hoppá! Mi a fasz? Micsoda kombót nyomott? Mivel támadott ő? Mi ez? Ó, egy üveggel, ah. Az aztán lehet ilyen kombót csinálni, hogy te hosszá lenyomod, és akkor egy csomó ideig ütsz egymás után vele. Én ezt még sose használtam a játékban, ezt a fegyvert szerintem életemben. Mi ez? Nem is tudtam, hogy van ilyen a játékban, mi a fasz? Nem tudtad, én emlékszem, amikor ide kell jönni, pont ezen a helyen van, aztán amikor... Aha. Vagy nem tudom, de valahol meg kell verekedni egy tagokkal, és akkor... Soha se vettem fel az üveget, még életemben. Nem is tudtam, hogy ez van, mint fegyvere. Vagy nem, amikor poliba mentek valahova, és akkor amikor még nem lehet pisztolyt használni, az elején csak később. És akkor van az a rész, hogy aztán valakinél van egy ilyen is talán. De menő, és tök menő ez a kombó támadása. Mi a fasz? Ez nekem teljesen új. Csak egy mellé... Na végre valami újat mutattam én is. 20 éves a játék, életemben nem láttam még ezt. És az, hogy ezen mellé ütsz, akkor egy fél óraig csinálj ezt a kombót, mindegy. Esküszöm, szétszednek, de nem baj, mert egyszer sikerül. Esküszöm, úgyhogy addig. Ezzel, ha hazamész, akkor ezt tudod, mire kell használni. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy most már legalább az asszonynak lesz egy újdonság, ami kis meglepetésem. Én nem tudtam, hogy ez van. Ez beszeres. Milyen lehet, amikor ennyi év után van újat megtapasztal az ember egy játékban? Yeah. Ez tök menő. Magyar, hogy a definitív edícióban nincsen ez benne. Hol lenne benne? Rakás szar. Ebbe. Mi van? Beszopja a szétökereket a járdra. Jába kell hagynod, meg kimész a Chinatownból. Itt nem tudom, milyen zene szól. Bocsik, fáj a torkom. Valami torkom van akad. Egészségedre. Ne pazd meg. Ott jön egy rendőr azonnal. És azonban nem tudták kiszállni. Nem tudta, hogy én voltam. Ja, tudta, hogy én voltam. Nem baj, nem kapsz el. Ó, be! Ne!
Ó, oh, az! Nem kapott el, ha! Ajjaj. Jaj, jó, oké. Oké, okay, semmi gond. Hú! Kurva ajtó! Mindig az a rohadt ajtó. Á, a hátad, vissza vagy. Megvan a pénz, de hát végig kell levöldöznöm magam. Tödö. Már is szinte jogvédett. Hát viszont az van, hogy nekem lassan menni kell majd alkotni. A kis fene a content creator pofádat. Muszáj, fel kell éleszteni a csatornát. Mielőtt ezt is törlik majd újra. Most még maradsz egy kicsit, akkor reklámozhatod itt a csatornád. Nézzétek a videókat, sziasztok! De hát tényleg megyek, mert nem is az amiatt, hanem mert kockulni kell. Trackmania vagy mi? Valószínűleg, nagyon valószínűleg. Kával? De nem kával, csak úgy simán. Ja? Azt hiszem, hogy most hirtelen ráér, amikor már kész vagyunk. Nem, ő ma nem ért rá egész nap. Szégyellje el magát. Pedig meg volt ugye beszélve, hogy jön. Na mindegy, hát most ez van. Na de majd legközelebb. Majd ő éte minden más lehet. Persze. És hagyd el a bárt. Én meg elhagyom a hívást majd mindjárt. De még van még 5 perc, 3-ig. És az aztán mit számít ez az 5 perc 3 is? Nézd csak, vizetnek minket. Ó, na, eddig tartott. Ja, jó, oké, mi vagyunk tovább, jó. Ők ott maradnak. Biztos nem fogja ezen rontani sehogy se. Most veszük fel ezeket, granóláikat a reptérről. Simán nem lehetett volna kimenni? Hát úgyis, hogy azért reptér felé megyünk. Nem, miért mentünk egyenes és aztán balra? Nem értem. Vagy le van zárva? De ez lehet, hogy le van zárva. Vagy lehet, hogy le van zárva. Ja, a scriptet lezárás, vagy nem tudom. Ja, itt volt a trigger ebben az utcában. Oké, okay. Igen, már értek. Ja. Mindjárt minden értek. Most az út közepén azért a főúton beindítjuk a motort, mert ugye megálltunk ott az út közepén, és most elindítottunk és megyünk. Nem tudom megnézni a térképet most. Már úgyse kell az. Ezek a szögletes kanyarodások zseniálisak. Na, Franco, megérkeztünk. Hol van a főnök? De tök vicces nekem ez, hogy ezek jönnek ugye meglátogatni, és akkor nem az, hogy Morello magától elintézi ezeket a dolgokat, hogy ilyen jó fogadtatása legyen egy Don barátjának, hanem nekünk kell mindezt megoldani. Tehát mi szívességet teszünk Morellónak csak azért, hogy ő szívességet tegyen nekünk, hogy ilyen fogadtatásban részesítsük Granolát, ez a hülyeség. Franco, jól látni téged! Hogy dobáljátok a bőröntöket? Don Granoli! Nagyon sokáig volt! Üdvözlöm Lost Heavenben, menjünk! Jó, menjünk innen. Ezt nem te csináltad? Nem, ez nem jó vagyok. Nem, ez játék magától. Gondolkoztam is, hogy neki megy mindjárt, akkor ezt már biztos OC irányítja, de kurvára.
tényleg csak ilyen tökéletesen lehet leprogramozni egyébként? Nem tudom. Lehet. Valami rám furán ment picit, de... Gondolom, hogy meg vannak határozva ilyen pontok, hogy miket kell követniük, és akkor az a között egyenesen... Oh, a között egyenesen megy. Ez a rész, mint talán ismerős lenne egy kicsikét nekem, hogy itt volt már máskor is baj. Na. Hát megtoljam? Az épület, ez nem megy tovább. Ezt lehet, hogy még egyszer kell próbálni. Három a magyar igazság, ajaj. Az a baj, hogy most... Nos, várj, most hát... Lehet, hogy a járda beszopott minket is... Nem, várj. Hogyha... Várj? Hát, ha... Most máshogy történt. Beragadtunk valamiben. De ő meg tovább ment. Ne! Ne, tovább ment! Elakadtunk a tűzcsapba, vagy miben. Ó, most tökéletes, pont arra fordulok, kocsi. Ez... Tökéletes, ez így lett kitalálva. Jaj, de kár, hogy sikerült. Még egy párszor megnéztem volna azért, hogy ezek hogyan történnek meg. Mert mindig más történt volna, és tök izgalmas lett volna. Ó, most adott nekünk egy feladatot, Sultan Citybe vissza kell mennünk. Egy melót elvégezni, és utána jöhetünk vissza Lost Heavenbe, ez érdekes. Visszamehetünk Jank Citybe. Végre! Szétnyújtott Textura Citybe. Ha nem tetszik, akkor el lehet menni másik városba is, ennyi. Csinálj jobbat. Eléne már tök simán megy az út. Nem bált valamiért, hogy pörgeti a motor. Ezek ilyen nem vált fordulatok, érted? Mi a fasz történt itt? Megérkeztünk szerintem, nem? Ja, el van akadva, haj te jó. Az a baj, szerintem se érkeztünk meg, hanem itt más történt. Várjál, itt el fogunk férni, ketten csak eltoljuk az egy autót. Na, ez az. Ez az. Megvan. Ajaj, várj, ajaj. Most a baj. Ezt... Ó, megoldott. Eddig ez a legizgalmasabb küldetés amúgy. Jaj, nem, hadd vezessenek ők. Vagy várjál. Ez még nem. Mindig nem te csinálod. Továbbra sem vezetek. Oké, semmi, akkor jó. Most hol mentünk, vagy most mi van? Ez jó, szerintem a legjobb része a módnak, akkor hogy mész és így próbálod, hogy a gép vagy hogyan irányítsa a kocsit, de nem tudsz tenni semmit ellen. Mi? Nem csináltam semmit! Úgy gyorsan olvastál. Még nézem a feliratokat. Ajaj. Unwelcome guest. Akkor rendőrökről van szó? Most... Mi? Nem csináltam semmit! Mi? Menj a hotelbe! Mi? Menj már a hotelbe! Menj, de még én! Ne! Semmi sem csináltam, miért? Az hogy ha már felület olvasás közben elkapnak, és arra vár vissza a kép, hogy már földön fekszel, és ilyenek. Ó, nem tudja, hogy én vagyok, ez az. Sziasztok. Hát ez könnyen ment. Ez feletébb könnyen ment. Hoboken. Ja, itt valami nagyon furcsa ilyen karácsonyi zene szól, ami kurva régi ilyen... Nem tudom, nekem annyira nem tetszik. Ez
Szerencsére most nekem nem egyik sem tetszik, ami ilyen smizene. Én ez a... De... És azért, hogy... mennem kell már. De baby odakint hideg van. És azért úgy hagytam a gázt, de odakint hideg van. El kell már mennem, gyereként hideg van. Na, nem akarom visszakapcsolni, mert azonnal copyrightos lesz szerintem a szar. 1930-ban készült, de még mindig jogvédett. Valahogy. Mondjuk azt tudom, hogy az 1.2-ben sok, tehát a Steam-es verzióban legalábbis sok olyan zene van, ami, amit kivették egy csomó zenét, és akkor így pont, hogy azok, amik elsősorban problémát okoznak így jogvédettség szempontjából, de nem, tehát hogy nem annyira, tehát hogy ugye YouTube-on általában ez így kicsit így pont kiegyenlítődik, mert hogy azok a számok nincsenek benne, amik mondjuk pont, hogy a legjobbak, de ja, legalább nem kapsz érte copyright, vagy elvesztetés, vagy valami. Egyre utálom a copyrightot, hogy ezt el sem tudom mondani. Az az idegesítő, tehát hogyha egyszer bacog, benne van a játékban, most mi a faszomat csinálj vele? Hát most benne van, hát most... Érted, annyi nagy érvágás lesz a kibaszott zenekiadóknak, hogy te most... Látnak egy gameplayt, amiben van egy miközben beszélnek alatta, van benne az, hát az a szám, hát ez és akkor emiatt hatalmas anyagi kár éri őket. Igen, milliókat keresnek, mert minden, és akkor jaj, hát ezt a 3 centet így nem kapjuk meg ebből a videóból, hát akkor ez így már is bejelentjük. Nem is azt szerintem igazából ez a baj, hogy ez mindig automatikusan van, és hát ja, tehát automatikusan történik ez a bejelentés. Annyira utálom, hogy azt elsőre. Miről akarsz velem beszélni, főnök? Hát arról akartam veled beszélni. Egy nagyon fontos küldetést van nekünk, amíg mi holidayingelünk. Miféle küldetés, főnök? Egy kontrakt, Franco. Azt akarlak, hogy megöld, vagy repülj ki Sultan Citybe, és vakol Tito és Alberto Ottavellát. Tito és Alberto Ottavella? Ők nem... A Don Rogotti megcsinált emberei? Megbaszott emberei? Emellett azt mondtad, hogy temporárisan nem bántjuk egymást holidayek alatt. Igen, és ezek különleg téged? Hogy te csináld ezt, mert hogy te nem voltál bent a városban 3 hónapig, és teljesen a radar alatt leszel. Nem fognak téged számítani rád. Okay, boss, megcsinálom, de az én fő koncernem azok a rendőrök. Mi mindig keresnek őket, miért megöltem a szenátort? Hát igen, mi mindig keresnek téged, ezért mész te oda, hogy megcsináld a munkádat, és utána pedig elmész a picsába. Még előtt a rendőrök eljönnek, hogy te ott vagy. Jól van, főnök, mikor menjek? Hát most azonnal. Bocsánat, hogy megint újra próbálom Mr. Granoli, de van egy kibaszott nagy problémák. Mi van, Roy? Hát el kell, hogy vigyünk innen, főnök. Két rendőr most pont megállt, és hát a recepciótnál vannak. Ja, van akkor, itt a terv. Roy, te és a fiúk fogjátok meg a Don-t, vigyétek innen, ja, azt én mondom, és a postához, vagy mi a fasz? Feladjuk egy levélben a Don-t. Igen, én megyek a tetőn, hogy elterjem a figyelmüket. Ajaj. Most mi van? Ez egy nagyon jó terv. Most... Ajaj. Az a terv, hogy az arcod elé raktad a kezedet, hogy nem látnak a rendőrök. Tényleg, így már értem. De mondott, azt nem láttam. Pedig azt látnom kellett volna. Ajj, hogy kitolod a rendőr. Arcomat. Jól bírja. Hogy folytosan mellé lőttél, azt néztem. Messze van a monitor, nem látom, hol van a célkereszt. Fejl a célkereszt, és így azt néztem, hogy mellé lőttél, vagy 8 golyót legalább így pont ide oda. Nem nagyon láttam erre, mert pontosan, mert pont olyan jó a kontraszt így a célkereszt meg a hó között, hogy... Au. Mert nekem van fegyver? Ez a mag sapkád, ez zseniális egyébként.
ez milyen biztonságosnak néz ki. Én mérdésig azért szétlőnek Thompsonnal, tehát így átmegy szomatosan. Au. Nem látok semmit a sok észtől az arcomon. Á! Jó. Ne. Ó, Thompson. Nem tudom, miért, nem tudom, miért lepődtem meg attól, hogy Thompson van itt. Ja, nem erre kell menni, mert hol merre... Jaj, persze, itt van a lépcső. Itt jön, itt van az a rész. Nem, ez nem az, ez még nem az, remélem. Nem, ez nem az, jó. Az még, azt tudom, hogy hol lesz egy ilyen raktár... Vagyis nem is raktár, mert ilyen kikötő raktár helyiségszerű cucc. Én úgy csináltam volna meg ezt a részt, csak a legalsó, legalján a lépcsőnek van egy ilyen rész, ahol átesel pont, amikor már elhiszed, hogy nem fogsz leesni. És akkor az itt mondjuk le tudnék esni, szerintem. Ja nem, nem, ott is van kollízió, akkor mindegy. Pedig nem látszik, hogy ott van valami, de van kollízió valamiért. Tehát így nincs is a... Nincs is hozzákötve semmi ez a lépcső. Ahogy én látom, tököm mellette, és a levegőben van végig. Igen. A, ott a tetőhöz van hozzá rögzítve. Az úgy lesz, ez egész az ollók. Igen. Ez egész az ollók. Ez nem kicsit életveszélyes igazából ez a kialakítás. Ott a két rendőr, akit ügyeltek. Az a mi autónk, úgyhogy ezt annyira nem kéne lőni. A rácsa nem tud átlőni úgy. Nem vélem, hogy kilőttem a kerekünket és a tankunkat. Ez most... Ja, lehet, hogy ezt nem kellett volna. Várja? Akkor hátra szállok be. Most már őt nem érdekli. Oh. Mi? Most én vezetek mégiscsak? Vagy most mi? Vagy az átvezető átvezet. Mi? Nem tudom. Menjünk Morelloék, az úgy látom. Na ott majd eltávozok most, mert azért megvárom. Az élők sorában? Örülj neki, hogy ilyen sokáig itt maradtam. Ellentétben valakivel, aki meg se jelent már. Linked be az új csatornádat a chatbe, hogy mindenki megtalálja és nézheti a jó kis jó. Videókat. Ilyet fogok tenni. Megtettem. Helyes. És utána valaki majd bejelenti a chatról, ne jönnek. most már ez megmarad. Ha bejelenti, kibannolom a gecibe. Á, itt már úgy sincsen semmi igazából ezen meg. Itt nem lehet mibe belekötni. Ajaj. Hát csak nem abban, hogy túl gyorsan hajtok trackminiát. baj van. Megoldjuk. Beragadtál, vagy csak így mész? Be vagyok ragadva. Na jó. Hát ezzel a dobozra felakadtam azt. Hát nem is akarok kajálni, mert meg is éjeztem. Na, én kajáltam, mert még veszekedtetek. Na, jó. Ha kell azt. Menj innen! Hú. Beszélj Morellóval. Na még ülj le Morellóval beszélni egy jót. Hoppá! Plikélek, gyere be! Hoztam a barátaimat játszani. Nos, Valerio Granolli. Jó újra látni téged. És szintén. Azt hittem, hogy nem tudom, ismételte. Mondhatnám az ugyanazt. Mit értesz? Hát az én érkezésem Lost Heaven-ben nem volt igazán békés. Nagyjából fél órával ezelőtt a helyi rendőrség megpróbált minket leszedni. Hogyha Franco nem lett volna itt, akkor rosszul történtek volna a dolgok. Rosszul történtek volna. Nem akarhatod azt implikálni, hogy nekem volt ehhez valami közöm? Nem, implikálom is ilyen, uram, mert csak nem, semmi, nem kell ennyire defenzívnek lenni, uram. Habár te voltál az egyetlen ember, aki tudta, hogy hol van a Don és hogy ő érkezett. De nem hiszem, hogy te voltál. Szerintem van egy patkány közöttünk. Patkány szagot érzek. Hogy beugat a főnöknek mindenki. Dongránát alma látogatása. Fengenáciát akarok, Sergio. Mert...
Moreló kérdőjelezi, hogy miért akarsz mindenkit megölni, te véréhes pszichopata. Ő mondja ezt nekik. Ez egy fél otravert egy embert, amiért belehajtott egy picikét a szebrán. Vagy íze a lámpa előtt. Igen. Lehet, tőle tanulta ettől a karaktertől. Most hogyan ja. Leviselkedni igazán az életi. Tökre normális volt, amíg Franco meg nem érkezett és elrontott mindent. Brothal. Ezek a pózok zseniálisak, ezt fogom ezt... Vigyázz, Franco. Bár... Ne aggódj, boss, megtalálom, hogy ki az, aki meg akar téged ölni. Halálod, nem megy bosszulatlanul. Bosszulatlanul. Két centiméter. El nem találtam el. És lefekszik az asztalra. A vasárnap találva. Jó étvágyat, Morello. Oh, átklippelt a falon. Megkérde ezt ült, ahogy egy centiről mellé lőtte. Hallok megint egy nőt? Van egy nő? Hol? Megvan, megvan. Ott, ott az. Ja, csak ki? Hát, már okosak vagyunk, már tanultunk. Mi fasz? Szerintem az utolsó eltalálta. Nem mindegy. Vagy nem. Még jó, hogy most elhasználom az összes lőszeremet, amit kellene ahhoz, hogy kinyírjam azt az illetőt, akik kikerítem. Mindegy. Na, én viszont eltávozok, és most már nem tudsz mit tenni ellene. De innen, ez melyik küldetés amúgy, ezt meg kell jegyezni azért? Nem, mert betöltöm majd a mentésbe. Vagy majd betöltögeted aztán úgyis. Mert a mentés úgyis. Nem azt, hanem a mentés maga... Tehát ment a játék. Te kezd nyugodt. Érted? Mi? Na, ez. A játék az ment, szóval vannak mentések, csak... Láttam, hogy tudom, hogy ment, hát láttam a streamert, érted? Jobb is, hogyha még... Na... Káosz még mindig nincs egyáltalán? Vagy most mi van ezzel az emberrel? Szerintem soha nem lettem. Nem, úgy lehet. Biztos van, csak... Talán lesz vagy volna. Én nem tudom, lesz-e volna, de majd... Legyen majd holnap, és akkor majd alkotunk valamit holnap is. Még lehet egy ilyen holnap akár, hogyha úgy adódik, és nem lesz éppen elfoglaltság másfele. Jól van. Na, addig is jó hétvégét! Akkor a viszontlátásra minden. És nagyon jó a képed Discordon.